Románia F-35-ös harci gépek beszerzését tervezi a légierő fejlesztése érdekében. Jelentette be Klaus Janisz az Aranyos Gyéresi Légi Támaszpont meglátogatása alkalmával. Az államelnök a NATO jelenlét erősítését is kiemelte. Az ukrajna határainál kialakult feszültség is azt igazolja, hogy szükség van a román haderő 2015-ben kezdődött fejlesztésére. Romániának fel kell készülnie az agresszív akciók elhárítására beleértve a hibrid fenyegetéseket jelentette be Klaus Johannes államfő az Aranyos gyíresi Légi Támaszpont meglátogatása alkalmával. Az elnök az ott szolgálatot teljesítő katonák előtt mondott beszédében hangsúlyozta, a román légierőt ötödik generációs harcigépekkel tervezik fejleszteni. Noile tipuri de avioane intrate a hadsereg rendelkezésére álló új vadászgépek, különösen az F-16-os típusúak nagy hatékonysággal tudnak végrehajtani bármilyen speciális küldetést. A román légierő fejlesztése azonban nem áll meg az F-16-os vadászgépek hadrendbeállításával. Tervezzük a legújabb generációs F-35-ös harci gépek beszerzését is. Az államelnök kiemelte, a NATO keleti szárnyán előállt biztonsági helyzet szükségesé teszi a NATO, az Egyesült Államok és más szövetségesek hangsúlyosabb jelenlétét a Fekete-tenger térségében. Ugyanakkor nagyra értékeli Joe Biden amerikai és Emmanuel Macron francia elnök ígéretét, hogy haderőket telepítenek Románia területére, és ezzel jelentősen hozzájárulnak a keleti szárny déli régiója és a Fekete-tengeri térség védelméhez. Johannes hozzátette, szoros diplomáciai operatív és műszaki kommunikáció folyt az amerikai és francia alakulatok Romániába érkezésének pontos részleteiről, és ezekről konkrét bejelentések várhatók.